Rendhagyó lesz a Pink és Szóda 10. adása, ennek persze nyomós oka van. Hazánkban ugyanis június 18-án ünnepeljük az apák napját. Mint világnap, honnan máshonnan, mint az USA-ból terjedt el. Magyarországon 1994 óta tartjuk, ekkor indítottak mozgalmat az apák napja bevezetésére. Éppen ezért nálunk nincs még akkora hagyománya, mint az anyák napjának, de évről évre nő a népszerűsége. Ehhez szeretnénk mi is hozzájárulni, ezért két fantasztikus édesapát látunk vendégül stúdiónkban, Velekei Lászlót és Vince Ottót. Sziasztok! 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 Sziasztok. Hol kezdjük? Mert mi azt beszéltük az Adrival, hogy a főzésnél, mosogatásnál és takarításnál kezdünk. Na de az nem igazi apa szerep, úgyhogy szerintem kezdjük a gyerekeknél. Kinek mekkora, egy picit avassuk be a nézőket a családi életetekben. Kezdjem én? Hát én már 3 fiúgyermek édesapja vagyok. Az Ádám fiam az előső kapcsolatomból született, 23 éves felnőtt ember elkezdte a nagybetűs életet. Úgyhogy amikor ugye megszületett, akkor még aktív focista voltam, és éppen kint külföldön, Németországban fociztam, és ugye ennek köszönhetően egy csomó minden kimaradt az életünkből, hiszen a hétvégéken jellemzően ugye egy profi sportoló életében a hétvégék azok, amelyek jelentik a megmérettetést, egész héten arra készülünk, hogy a hétvége jól sikerüljön, ezáltal állandóan úton voltam, és az Ádival sok minden ki is maradt. Aztán megszületett a Boldizsár és a Domonkos, 7 éves, illetve most már 8, illetve a Domonkos pedig 7 hónapos, ugye az már egy egészen más életkorban érintett engem, illetve érint. Úgyhogy apának lenni jó, fantasztikus érzés az, hogy 3 fiú gyermeknek az életét tudom nap mint nap koordinálni, és hát ha csak röviden kellene mondanom, hogy mekkora feladat ez, akkor amellett, hogy csodás érzés, bizony-bizony különböző feladatokat oszt az emberre, hiszen egy felnőtt fiúgyermeknek az élete már egészen más kihívásokkal teli, mint mondjuk egy iskolás korúé, vagy pedig egy újszülötté, úgyhogy jelenleg ebben vagyok, de nagyon élvezem, és fantasztikus apának lenni. Laci, te pedig igazi lányos apuka vagy, ugye? Igen, nekünk egy gyönyörű, lassan 5 éves kislányunk van, szeptemberben lesz 5 éves, és úristen, hallgattam, ahogy Otto mondta, hogy 23 éves, és én nem akarom elképzelni azt a pillanatot, mert annyira minden kerek most, annyira az életünk része olyan kis bújós, hogy persze természetesen egy nap írtó büszke leszek, amikor ő is 23 éves lesz, de most azt szeretném, hogy ez a szerelem ebben a formában is örökké tudjon tartani. Nehéz döntés volt a pályánk oldaláról, hogy egy nap családot akarunk, miközben elejétől fogva tudtuk, hogy mindenképpen. Tehát, hogy nekünk kell, hogy érkezzen kisbaba az életünkbe, de amióta ez megtörtént, egyszerűen megváltozott a világ. Számomra mindennek értelme van, nagyon-nagyon-nagyon kerek lett, és egy csoda, amit nap mint nap próbálunk újra megélni, feldolgozni, és mindig azt mondom, hogy na, ma voltam a legboldogabb, de nem mindig a holnap rácáfol erre. Egyébként érdekes, mert ugye mind a kettőtöknek a párja rendkívül népszerű, nagyon-nagyon jó a szakmájában, csúcsokat ért el, és amikor ugye megszületik a baba, akkor pedig anyává válik. És akkor hogyan megy vissza majd aztán az ő munkahelyére, ami ugye mindkét hölgy számára egy fantasztikus közeg. Ezt hogyan élik meg szerintetek, tehát ti szemetekkel a nők? Hú. Egyrészt le a kalappal előttük, tehát hihetetlenek. Az én párom, Matuza Adrián, tehát hogy a számomra a legtökéletesebb édesanyja, olyan energiákkal rendelkezik, hogy részben szerintem hozta a szakmájából is azt az áldozatot, és azt a keménységet, amelyet be tud áldozni magából, hogy ő jó anyuka legyen. De amikor már kismama lett, annyira érződött, hogy megváltozott minden. 13 hetesen ő még főszerepet táncolt, esőbe táncolt, turnén volt kint Európába, és ilyen a széltől is próbáltam óvni, de hál' Istennek minden jól alakult, és gyönyörű egészséges kislányunk lett, de ennek megvoltak azért a nehézségei, megvoltak azok az áldozatai, amit a szakmájával kapcsolatban meg kellett hozni, és
A mi esetünkben én azt gondoltam, hogy abszolút a nő döntése. Természetesen én, amióta ismerem, azóta szeretnék, hogy legyen kisbabánk, de azt gondolom, ez így normális is. És meghozta ezt a döntést, és ő utána ezt abszolút tudta kezelni és félretenni. És azt mondta, hogy köszönöm szépen a szakmámnak, amit eddig kaptam, most a gyereknevelésre fordítom ezt az energiát. És 2 évet otthon is volt, és először nehezen jött vissza. Arra is szívem, láttam, hogy elvittük Bölcsibe, de Bölcsi mellett kávézott, és nézte a kijáratot, és akkor így szép lassan közeledett vissza a balettba. Én azt érzem, hogy most, bár a hivatásunk nagyon sok mindent kíván és elvesz tőlünk, de én azt látom, hogy sikerült ezekhez a feladatokhoz felnőnünk abszolút. De természetesen egységbe tudjuk ezeket megoldani, külön-külön nem. És Anita, hogy élte mindezt meg? Hogy ő hogy élte meg lelkileg, ugye az anyaságot, azt nyilván ő tudja leginkább, hiszen én jól ismerem a lelkét, és jól ismerem őt. De ettől függetlenül azért azt róla tudni kell, hogy elég zárkózott típus, tehát sok mindent nem oszt meg, még akár a közvetlen saját tagjaival sem, hanem egész egyszerűen küzd és harcol, ugye ez volt jellemző rá a pályán is, amíg játszott, és ugye szintén nagyon magas szinten a saját sportágában ikonikussá vált, ugye ami egyfajta elismerés is, de emellett teher, hiszen ugye az állandó elvárásoknak, amit elsősorban az ember saját magával szemben támaszt, meg aztán a külső körülmények is ugye elvárják, hogy nap mint nap teljesíts. Emellett óriási dolog szerintem egy női sportoló életében, hogy elhatározza, hogy gyereket vállal. Hiszen nekünk pasiknak ez sokkal könnyebb, mert hogy mi, amikor kimegyünk a nagybetűs életbe, akkor csináljuk a dolgunkat, harcolunk, én is voltam és sportoló, külföldön focisztam, és egész egyszerűen ilyenkor a partnerére az ember azt gondolja, hogy oké, okay, van mellettem egy fantasztikus nő, aki mindenben támogat engem. De amikor a másik is ugye a saját életében egy nagyon sikeres sportoló, ugye pont erről beszéltél, hogy gyakorlatilag házon belül tudjátok, hogy ez mivel jár, akkor bizony-bizony nagyon sok lemondással jár, és hogy ezt hogyan tudjuk, ezt az egyensúlyt, ezt a balanszot megtalálni a mindennapi életünkben. Hogyan tudom én, aki már abba hagytam a sportot, viszont építeni a sport utáni életemet, ebből elvenni, és adni a családomnak, adni Anitának, támogatni abban, hogy anyává váljon, amikor megszületett először a Boldizsár, akkor nyilván, hogy minél gyorsabban a külső elvárásoknak, igényeknek megfelelően Anita vissza tudjon térni, szerintem túl korán a kézilabda pályára, de ezt várták el, és nyilván valahol ugye ezt elfogadni nekem társként, apaként, hogy ugye az anya, el kell, hogy menjen világbajnokság, bajnokok, ligája, minden más, és hogy hogyan oldjuk mi azt a pár hónapos kisfiúval meg, ugye ezt, de csodálatosan meg tudtuk oldani. Nekem is egy fantasztikus kihívás volt, hogy 2 évig gyakorlatilag amellett, hogy nyilván én is csináltam a dolgaimat, de nem annyira intenzíven, ott tudtam lenni a Boldizsár mellett, és ahogy említettem nektek, ugye az elsőszülött fiam Ádám életéből ez kimaradt. És mindazt, amit kaptam utána a Boldizsáron keresztül, ez egyfajta kompenzáció volt. És hát ugye a görbe hasonlóan a kézilabdapályához, ugye az életben is nap mint nap fantasztikusan teljesít, egy csodálatos anya, egy csodálatos társ, és azt gondolom, hogy ebben a tekintetben, hogyha egy nagyon pici aggodalom volt is bennem, hogy ezt hogyan oldjuk meg, ma már rutinból toljuk ezt a domonkos életében, meg esetében, és kialakult az életünk. Annyit azért még hozzátennénk, hogy nem hétköznapi, tehát pont amiatt, amit ugye mondtam, én is nagyon sokszor elgondolkozom azon, hogy hétvégéken az Anita úton van, én is, hogy mennyire jó lenne kirándulni, mennyire jó lenne egy kicsit többet eltölteni a természetben, ráadásul egy olyan helyen lakunk a sziget közben, ami erre lehetőséget is ad, hogy gyakorlatilag pár száz méter és ott vagyunk ugye a természet közelében, és ezt sokszor nem tudjuk megoldani, és akkor nem magamra gondolok, hanem elsősorban a gyerekeinkre, hogy lehetne többet beletenni, hogy a gyerekkoruk még felhőtlenebb legyen, de azt gondolom, hogyha megkérdezik őket, akkor minden rendben van. A párszülés volt nálatok egyébként? Én ott voltam. A Boldinál nem, mert hogy Pesten voltam, és Isten nyugosztalja már Robi doktor úr, hívott engem 6 órakor reggel, arra ébredtem, hogy hol vagy, és mondtam, hogy
hol kéne lennem, Pesten vagyok éppen, egy órán belül szül az Anita. Hát mondom, ne vicceljetek, valamit csináljatok, mert egy óra alatt még magamhoz térek, és beülök az autóba, sem érek le Győrbe. És akkor végül is volt oly kegyes a sors, hogy 8 órakor született a Boldizsár, de képzeljétek el, egészen morbid a sztori. Leértem nagyjából ilyen 3-4-8-ra, és még nem szült meg az Anita. De már ott volt, hogy gyakorlatilag az utolsó utáni pillanatban. De nem volt nálam 2500 forint, hogy az automatából kiváltsam ezt a bejutó ruhát, tehát ezt az uniformist. És akkor ott nagyjából pánikba estem, és ugye ilyenkor érzi az ember, hogy mennyire jó is ugye az, hogy tudnak jók lenni az emberek, hogy összedobtak nekem 2500 forintot, mert nagyobb tétel volt nálam már, mint ugye formára, és akkor mondtam, hogy adok egy 5000-es, csak adjon valaki helyette 2500 aprót. És akkor végül is meglett a két, és bejött, és 2 perc előtt megszületett a Boldizsár. Na ez volt a Boldi, tehát akkor már ott volt Anita Mellkasán, erről lemaradtam. És hát elhatároztuk, hogy ha lesz még következő, már pedig terveztük, ugye Anita abba hagyta a kézilabdát, és akkor rögtön elkezdtünk ezen dolgozni. És Novunkosnál már erőre készültünk, rendeltünk az interneten egy ilyen ruhát. Majd amikor évfélkor szólt az Anita, hogy szerinte, hogy eljött a pillanat, pont egy sorozatot néztem, és mondom, milyen pillanat jött el, ne szórakozni. Hát ő úgy érzi, hogy most már melegszik a pite. Akkor jó, mondom, oké, akkor menjünk szépen, komortosan összepakoltunk, és ilyen 3-4-1 óra körül éjszaka bejutottunk ugye a Győri Kórházba, hiszen mind a kettő ugye a Győri Kórházban ott, tehát az Anita egyértelműen ugye normális körülmények között szeretett volna szülni, tehát nem magánkórház, nem kiszámíthatóság, hanem tényleg az életre bíztuk magunkat. De amikor Anitát bevitték, és mondták, hogy öltözzek át, kiderült, hogy szoknyát vettünk, nem pasi ruhát. Tehát, hogy itt lengett rajtam ilyen alsó nadrágba, a combjaim kiállt, mondom, mégsem megyek így be a műtőbe. Úgyhogy volt akkor, hogy kedvesek, és akkor bentről kaptam egyet, aztán beöltöztem, sapka, izé, minden. És akkor, ha jól emlékszem, 3-4-3-kor vagy 4-4-kor megszületett Domonkos, ott voltam, én tartottam először a kezembe, minden flottul ment. Hát bizony, az az utolsó fél óra le a kalappal előttetek, hölgyeim, mert az egy katarzis élmény volt nekem minden szempontból, hogy ezt átélhettem, és sajnáltam, hogy azt az előző két szülött fiamnál kihagytam, illetve hogy az élet úgy alakította, de megkönnyeztem. Fantasztikus érzés volt. Csinálatok is ilyen kalandos volt? Kalandos volt. Sokat gondolkodtunk mi is együtt, hogy akkor együtt éljük meg, bár én, ha elővesznek egy injekciós tűt, képes vagyok elájulni, tehát hogy... De azt gondoltam, hogy ezt a pillanatot meg kell, hogy éljük együtt. Be is mentünk reggel, én is ott álltam az automata előtt, hogy kiváltam ezt a ruhát, és akkor egyszer csak azt hallottam, hogy nagyon sokan szaladgálnak a folyosón, és akkor kinéztem, és akkor mondták, hogy azonnal menjek én is. És berohantunk, sajnos a mi esetünkben ott már minden gép nagyon sikított, és mondták, hogy azonnal sürgőségi császár, és vitték is el. Fogtam egy picit a kezét a műtő felé, és akkor egyszer csak így becsukódott az a lengőajtó. Életemben nem éreztem magam még ennyire elveszettnek, és mit csinál az ember, ilyenkor imádkozik, és zavaromba elővettem a telefont, kit hívja, ki tud engem most megnyugtatni, hogy kit, hogyan tudnám az egész helyzetből kibillenteni magamat, hogy minden rendben lesz, és hallottam is már, hogy felsírt egy kis baba, és tudtam, hogy hát őrmára lelízi. És akkor kijöttek értem, gyorsan rámadtak egy ilyen köpenyt, hogy vegyem a kezembe. Ugye Adrit még műtötték, és akkor ott voltam, amikor úgy rendbe tették. A mai napig egy ilyen sok hatás alatt vagyok, tehát nekünk ez egy 10 perc volt az egész sürgősségi császár miatt. És utána el is vitték Lizit egy 24 órára ilyen megfigyelésre, és csak este tudtam bemenni, úgyhogy nekünk nem adatott meg, hogy ilyen szépen megéljük, viszont nagyon sok mindenre megtanított. Természetesen az ember, hogy használtam azt a szót, hogy megéljük a pillanatot, előtte is fontos volt, de ennyire súlyába én még soha nem éreztem, hogy megfogadtam akkor az Istennek, hogy ha egyszer újra a kezeim
közé kaphatom, és minden egészséges, és az Adri is rendben, akkor én mindig nagyon fogok vigyázni erre, és meg akarom élni újra, újra, és minden nap ezt a pillanatot, és olyan szerencsések voltunk, hogy ez megadatott, és azóta is tart. Ó, de nehéz azután megszólalni hát egyébként. Komolyan, olyan szép történeteket meséltetek el nekünk, hogy hihetetlen. És akkor ilyenkor jönnének ezek a kis könnyedebb kérdések, hogy milyen is az apa-fia vagy apa-lánya kapcsolat, miben találjátok a problémát, mi a legnagyobb boldogság, hogyan fejlődnek a gyerekek, ti hogy látjátok a saját életszakaszotok. Tehát annyi mindent föltehetnénk, de tényleg most hát nem is tudom, most mivel folytassuk? Mosogatás, főzés, takarítás? Meséltek. Figyelj, tehát én azt gondolom, hogy szülőnek lenne egy csodálatos dolog. Ugye a mai világban erről beszélni kiemelten fontos szerintem, közszereplőként főleg, hiszen ugye az több olyan programban is volt szerencsénk részt venni, ami arról szól, például a demográfiai csúcs, hogy ugye fogy a magyar, és hogy hogyan tudunk ez ellen tenni, tehát hogy ezt állítsuk meg, ezt a folyamatot. Hát például úgy, hogy a pasik úgy gondolják, hogy milyen jó lenne apának lenni, és akkor oda teszik magukat akkor, amikor oda kell tenni magukat, mert hogy csak így tudjuk megállítani ezt a folyamatot, hogyha tényleg büszke magyarként azt szeretnénk, hogy maradjunk meg az utókornak is, és hát nekem abszolút nagy kihívás nap, mint nap. Például mindenki azt kérdezi, hogy focista lesz-e az egyik vagy a másik fiam. Ugye az legidősebb már az, ő profi futballista, és már nem Győrben focizik, hanem Soroksáron az NB2-ben, de 23 évesen még nyilván építi a karrierjét. Hogy a Boldizsá? Hát a Boldizsárral is járunk fociedzésre, és ő is nagyon szeret focizni. Ennek nyilván az előzménye az volt, hogy amikor megszületett és hazahoztuk, akkor a szobájából az összes kézilabdát eltüntettem. Hogyha ez érdekes sztori, akkor nagyon szívesen elmesélem. Ugye a kettőnek ugye nyilván a mérete nem ugyanaz, úgyhogy nehogy véletlenül félreértse a dolgot, bár a kézilabdába is bele lehet rúgni, tehát ezen nincs semmi gond, de még véletlenül se szokja meg a kézilabda közességét, csak focilabdával tettem tele a szobát meg a lakást. De milyen korrekt dolog volt az Anitától, hogy ezt tolerálta. Úgyhogy ebben is partner volt, így hát a Boldizsár hozzászokott a focilabdához. Most a Domonkosnál, kérdeztétek, hogy milyen apának lenni például, újfent megcsináltam ezt, úgyhogy megint tele van a ház, az otthonunk focilabdával, különböző méretek, és akkor dobálgatom neki, gurítgatom neki. Akkor, amikor először kézzel ért a labdát, mondtam, nem szabad, ugye csak a lábbal, úgyhogy formálgatom a fiaimat. Például ezért is csodálatos apának lenni. Vagy például, ami nagy kihívás nekem, hogy hogyan tudok tényleg olyan társ és partner lenni otthon is, vagy éppen az otthonunkon kívül, hogy az ember úgy alakítsa az életét, az energiáit, hogy mindent, amiben tud segíteni, abban tudjon is segíteni egy olyan anyának, aki amellett, hogy társ, ugye a napi életben is ugye kihívásokkal teli életet él. Hát ugye Anita is elnök a kézilabda klubban, emellett ugye a szövetségben elnökségi tag, emellett nyilván nyilvánosan ugye nagyon sok ugye felkérésünk van, ahol bizonyos ügyek mellé oda szeretnék, hogy álljunk, soha nem mondunk nemet, tehát, hogy adjuk magunkat, hogyha tudunk adni, ugye a jövő generációjának ez egyfajta társadalmi felelősségvállalás is a részünkről, de ezt egyensúlyban tartani azzal, hogy azért mégis családként hétköznapi életet élhessünk, amit szeretnénk és amihez ragaszkodunk. Tehát, hogyha arra vagytok kíváncsiak, és egy picit hosszabb lettem, hogy besegítek-e a takarításban, vagy éppen az otthonnak az egyensúlyban tartásában, akkor természetesen igen, mert hogy szeretem csinálni, szűz pasi vagyok, szeretem a rendet, a struktúrát, szeretem azt, hogyha minden rendben van otthon, és különben, hogyha kilépünk otthonról, akkor is. Úgyhogy ebben a tekintetben, szerintem ez egy hétköznapi dolog, tehát nem egy különleges dolog, hogy egy pasi odafigyel a párjára, meg a családjára. Hogyha Ottóiknál labda van mindenhol, gondolom, akkor nálatok pedig előkerült már a hattyúk tava. Még nem? Nagyon, mindent
Az ember egy picit, nekünk csodaszép hivatásunk van, én nagyon, nagyon boldoggá tesz és teljesíteszi a személyiségemet, de mégis egy picit az ember ilyenkor megpróbálja másik oldalról nézni, hogy az én kislányom akkor ügyvéd lesz, vagy orvos lesz, vagy bármi olyasmi, ami nem, de iszonyatos tehetséges, tehát néha bejön próbákra, haza megyünk, és egy ilyen 15 perces koreográfiát végig tud mutatni. Iszonyatos jó ritmusérzéke, balanszérzéke. Szóval, hogy ha én ilyen tehetséges lettem volna, akkor sokkal több esélyem lett volna még több sikert elérni. De hogy visszatérve az eredeti kérdésre, ez egy gyönyörű utazás számomra. Kezdődött azzal, amikor megtudtuk, hogy egy család leszünk, akkor hirtelen kifestettem, megszereltem mindent, és szerintem még a szomszéd kocsiját is lemostam, hogy minden rendben legyen, tehát ilyen, nem is tudom, ez a hormonális változás. És azóta meg tényleg egy olyan komplex a csoda, hogy én nem gondoltam, hogy ennyire szép a világ. Tehát, én meg ennyire szép gyereket nevelni. Biztos. Én azért néha érzem ennek a súlyát is, a terhét is, amikor csak a taxinak érzem. Természetesen. Igen, természetesen, de hogy egy apucika szeretlek, az úgy mindent megoldott. Vagy az, hogy intézményvezető vagyok, sok nehéz döntést kell hozni, de amikor fut felém, és akkor ez csak így rám csipaszkodik, és az akkumulátor már is fel van töltve. Tehát, hogy hátraléptem saját magam egójától, nincs szükségem magamra, nincs szükségem, hogy túlbonyolítsak dolgokat, hiába vagyok művészként érzékeny a világra, teljesen másképp engedem át magam egy másfajta szűrőn, amelynek ő már részese. Úgyhogy nagyon sok irányban motivál, határozottabbá tesz, és imádom például azt a csendet, amikor reggel ilyen állatformás reggelit készítek, és várom, hogy kijöjjön. És szóval, hogy megváltozott az életem, igen, rettenetes sok feladattal, és mindig tudja, hogy mikor kell éjszaka felébreszteni. Tehát, hogy ma kezdődik ugye a 18. Magyar Táncfesztivál, tudti, hogy ma este én, amikor mondjuk hajnal egykor hazaérek, háromkor, apa, azt akarom mondani, és így tudti, hogy ez lesz, de én azt gondolom, ezen minden család keresztül megy, és reggel egy kicsit kapaszkodik az ember, de ez így jó. Így jó, és próbáljuk mi is kihozni belőle a legtöbb olyan dolgot, ami... Különben egy nagyon érdekes dolgot mondtál, és jó, hogy megfogalmaztad, mert szerintem a legfontosabb az, hogy az ember hogyan tud a saját egója és a család között dönteni. Mert hogy én sportolóként óriási egóval voltam megáldva, hát hiszen ugye hogyan tudja az ember a csúcsot támadni, meg úgymond megpróbálni elérni, hát úgy, hogy megy előre, és ugye magára gondol, a saját érdekeit akarja érvényesíteni. És amikor bejön a család, akkor hogyan válik ez prioritássá? És ezt az ember hogyan dolgozza föl magában, hogy már nem feltétlenül az egó kellene, de ez egy óriási kihívás. Tehát szerintem erről lehet, hogy nem beszélünk eleget, vagy sokat, vagy egyáltalán, De ez valóban egy nagyon fontos feladat, nekem is az volt, sőt nap mint nap az, hogy ha mondjuk én szeretnék kimozdulni valahová, vagy elmenni, akkor de a család meg más szeretne, akkor hogyan dolgozok ez alá, vagy én a saját akaratomat érvényesítem. Ugye ez szerintem egy napi szintű kihívás, és ezért örülök, hogy mondtad ezt, mert hogy alapvetően szerintem így találja meg az ember az egyensúlyt, de hogy hogyan veszel magából, aki azért egy nagy egóval van megáldva, és ezt be is vallja saját magának, hogy bizony én saját magamnak fontos vagyok, mert ha én nem vagyok boldog, akkor hogyan tudok másokat boldoggá tenni. Minden szerintem egy nagy kamu, hogy én nekem az a célom, hogy más boldog legyen, mert aki ezt mondja, az nem nép szembe önmagával. Nem, én szeretnék boldog lenni, de hogy úgy akarok-e boldog lenni, hogy közben a családom is boldog, és ők szereznek nekem egy nagy boldogságot. Úgyhogy ez egy fontos dolog. Én ezt nagyon szépen le tudtam az évek során magamba, úgyhogy én egyensúlyban vagyok ezzel a sztorival. Mi az, amire szeretnétek őket mindenképpen megtanítani, ezt a gondolatot egy picit tovább fűzve akár? Laci?
Nekem talán a legfontosabb, hogy legyen nyitott, és tanuljon meg boldog lenni. Mert azt akarom, hogy ne legyenek elvárásai, de legyen azért, mindig inspirálódjon a környezetből, legyen azért ambíciózus, de hogy találja meg azt a személyiséget, aki képes arra, hogy boldog legyen, és minden többit majd megoldunk. Szerintem ez most a legfontosabb, és mindenen keresztül ezt tanítjuk, és ezt próbáljuk meg belélegezni, aztán természetesen az élet majd mindig próbára tesz minket, de mindig ott leszünk neki, úgyhogy bizakodó vagyok. Igen, tehát hogy védjük, szerintem túl védjük a gyerekeinket érzelmileg. Mi már az a szülői generáció vagyunk, egy kicsit vissza tekintünk ugye a mi gyerekkorunkban, amikor gyakorlatilag mindig elmondjuk, hogy fú, a szüleink lementünk, és azt se tudták, hol vagyunk, és hogy mégsem történt velünk különösebb baj, bár azon most soroljam, hogy hányszor tört be a fejem, megsérültem, mentem haza, de túléltem, és itt ülök veletek szemben. De hát, hogy ma meg nyilvánvaló, hogy túlfértjük a gyerekeinket, túlaggódjuk, szeretnénk mindig tudni, hogy hol vannak, mit csinálják a 23-es fiam, naponta kétszer hívom, hogy mit csinálsz, hol vagy, elmegyek Európa Liga foci meccset nézni, valóvá Pesten a fiam, erre figyelj oda, arra figyelj oda. Hát 16 évesen kimentem Svájcba 1990-ben, és 23 évesen azt, hogy ma se tudták, hol vagyok jó formán, és mégis megéltem ugye az összes mélységgel és ugye a magassággal azt az időszakot is. Tehát, hogy ez valóban egy jó gondolat, hogy legyen boldog a gyerek, és hogy legyen felhőtlen gyerekkora, és hogy ne skatuljázzuk be, ne nagyon tegyük keretek közé, és hogy végül is ő döntse el majd, hogy mit csinál, vagy mit szeretne csinálni az életben. Ezek ilyen napi szintű dilemmák, vagy hogy egy kicsit élesebben beavatkozol az életében. Gondolok itt, hogy milyen iskolába viszed, miért viszed oda, milyen célra viszed, ez sem mindegy ma már. Vagy elviszed sportolni, az lehet, hogy heti két alkalom, három, de utána mindennapos, sőt a hétvégedet is elviszi. Akarod te ezt, de kinek akarod, neki, magadnak, vagy nekünk? Én a magamnak annyira nem szeretném, de akkor nézem a saját érdekeimet, hogy a Cuhavölgybe, vagy a Sziget közbe, vagy éppen Győrbe valamelyik csodálatos részére menjek kirándulni, vagy a fiamnak a foci meccsére menjek mondjuk akárhová, itthon vagy idegenben. Annak azért kérdőjelek, amit ugye az embernek napi szinten kell letudnia magában, és ez egy, megint csak visszatérek a kihívás, hogy ez egy szép kihívás, de nem mindig könnyű erre választ adni. Tehát honnét tudja az ember, hogy az a döntés, amit ma hoz, az holnap kiderül, hogy jó vagy rossz. Persze, hogy ki az, aki rossz döntést akar hozni a saját családja érdekében, vagy éppen a csodálatos gyereke érdekében. Mindenki szeretne a gyerekének csak adni. Kérdőjel az, hogy akarunk-e annyit adni, amennyi szükség, és hogy annál sokkal többet adunk. Igen. Ezek azok a kérdések, amelyeket még lehetne folytatni, meg még behívva sok-sok más embert is, és megismerni a gondolatvilágukat. Mélységekbe mentünk bele, és magasságokig törtünk. Én úgy érzem. Egy pici kérdést még engedjetek meg, bár az időnk már lejárt. Apa nap volt a központ, tehát hogy apák napja érkezik. Ünnepelitek? Kaptatok már arra mondjuk egy kis írást, vagy valamit? Van bármi közöttök az apák? Tudjátok, hogy mikor van apák napja? Hát persze. Na, szuper. Tehát akkor tudják. Nekem minden nap. Igen, ezt akartam mondani. Igen, amikor reggel 6 óra, 15-kor a nyakamba ugrik páros térdel a fiam, a boldizsár, hogy apa ébresztő, hát akkor tessék, megjöttem, újfenn kezdődik egy új apák napja. Tehát, hogyha most erre vagy kíváncsi, hogy hivatalosan maga, tehát hogy megünnepelni, mint ugye az anyák napját, vagy a nők napját, akkor én azt gondolom, hogy hiába jött ez Amerikából, ma Magyarországon még azért nem annyira honos, mint mondjuk az anyák napja, vagy a nők napja, vagy éppen a Valentin nap, ugye február 14-e, de 6-ó 10. Ugye? Jól tudom, 18, nem? 18. Itthon, de mindig, mindenhol máshol, máskor is máshol nem tartják, így van. Nem pont 11, nem tudom. Akkor nem tudtam pontosan. Abszolút csatlakozni. Azért, mert már minden ország máshogy ünnepli, ez a lényege. Igen. Én is csatlakoznék, meg lehet, hogy akkor mindketten az a konzervatívabb beállítottságúak vagyunk, hogy mi a családról, mi kényeztetjük őket. Tehát mi veszünk virágot, és odaadom Lizinek, hogy anyák napja, és együtt megyünk. Visszafele ezt annyira elég az ölelés, és elég azt tudni, hogy szeretnek. Tehát, hogy nem kell ezt külön megünnepelni, de lehet, hogy innentől kezdve egy kicsit
érzékenyebbé válunk. Egy férfi legyen férfi. Tudja a dolgot. Azért mi boldog apák napját kívánunk nektek. Boldog apák napját, és köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nézőknek pedig köszönjük a figyelmet. Két hét múlva ismét jövünk. Nem apák napjával, de érkezünk. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Viszontlátásra.